Utolsó állomásukhoz érkeztek a Tanítsunk Magyarországért táborok, a nyíregyházi, a pécsi és a miskolci események után július 9-én Debrecenben találkoztak egymással a mentorok és a mentoráltak. A Cévisvárosban rekordszámú, összesen 108 egyetemista vállalkozott arra, hogy támogassa a pályaválasztásban és segítse a tanulmányok elvégzésében azokat a fiatal 7. és 8. osztályos diákokat, akik a keleti régióban a munka és a továbbtanulási lehetőségektől távoli kis településeken élnek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen jövőkép választási lehetőséget szeretnék majd nekik felmutatni. Ugye mindenképpen szeretném majd azt megtudni, hogy a bizonyos mentorált milyen irányba érdeklődik, és ugye és specifikusan azokat az irányokat talán jobban megnézni, de persze így általánosan mindent érdemes majd nekik megmutatni, hogy legyen választási lehetőség, tudják, hogy miből választhatnak. Ugye annak idején nekem ez volt, ami talán egy kicsit hiányzott, és akkor ezt így most például nekik szerintem nagyon jól meg lehet majd mutatni. A szeptemberben induló mintaprogramban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar és Baranya megye 4 egyetemi központtal szerepelnek, ismertette György László gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a debreceni nyári tábor megnyitóján. Úgy látjuk, és ezt igazolják vissza a statisztikák, hogy ez az a 4 megye, ahol elaprózódott kistelepülési szerkezetet tapasztalunk, munkalehetőségektől távol eső kistelepüléseket találunk. Szeretnénk ezeken a településeken élő gyerekeken keresztül megmutatni, hogy a program eredményes lehet. Most 300 mentor fog 1200 mentoráltat mentorálni 56 településen. Amennyiben eredményesek tudunk lenni, úgy kiterjesztjük a programot országos szinten. Az iskola rendszerű oktatáshoz és a hagyományos tehetséggondozáshoz képest a Tanítsunk Magyarországért egyedisége, hogy az általános iskolás diákok heti rendszerességgel kapnak majd támogatást mentoraiktól. A jövőbeli segítségnyújtás első lépcsőfoka, hogy a mentor és mentoráltja jól ismerje egymást, ez segíti a nyári tábor. Egy szabadon választható tantárgy meghallgatása és elvégzése után következő állomásként részt vesznek ezekben a táborokban, ahol ennek a tudásnak ráépüléseként élőben is megtapasztalják azt, hogy hogyan is foglalkozunk egy fiatal diákkal, hogyan oldunk meg különböző problémákat, amik ilyenkor előjöhetnek. Debrecenben összesen 106 mentor és 302 általános iskolás diák vesz részt a júliusi táborokban.